Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai részben. Na nézzük, mi az a heti kihívás. A legéletre való. Nincsen nyugtatód és használható nyomod. Wow! És kezded elveszteni az eszed. Kemény menet lesz. Hát az biztos, hogy kemény menet lesz, hogyha nincsen nyugtató, nincs is bizonyíték, és hogyha az elmeállapot is gyorsan fog csökkenni, akkor az úgy kemény lesz. És ezt az egy Fear Roadon kell megcsinálni. Nézzük, hogy milyen. És itt van ma velem a Tess, Dabi és Violet. Sziasztok! A tesz kész vagy, mehetünk? Persze. Let's go. Szóval akkor elméletileg elme állapotunk az nulla. Igen. És gyorsan is csökken az elme állapotunk. Plusz... Nincsen nyugtató. Plusz... van kettő, ott látom. Elméleg nincsen bizonyítékunk se. Amúgy egy kérdés zseblámpát, meg hozok egy elmefet. Hogy a mimiket azt vajon hogy találjuk ki, hogyha nincs kameránk? Handball. Mi az? Mi a különlegessége? Hát minden hántal más szellemet fogod leutatni. Jó, hogy az minden... Tényleg az váltogatja magát? Nem mindig fix a meccsen? Nem, a mimik az bárkit le tud utánozni. Tehát így tudja megcsinálni azt, hogy elátkozz a Spirit Boxba, közben az oboka új lenyomatát hagyja ott két hánt között. Na gyertek, nyomjuk meg. Én se, de benn vagyok. Újható. Ez valószínűleg, hogy egy rájcsú lesz, mert nagyon begyorsult. Meghalt valaki, és még nincs vége a hátnak. Ez mi volt? Kinyitottad az ajtót, és egy kirepültem. Szerintem ez egy rájcsú. Már be volt kapcsolva az elmefem. A napból sétált, aztán rohangált, de utána végig rohangált. Igen. Figyelj, menjünk el egy rájcsúval. Én bízok abban, hogy ez egy rájcsú. Más nem tud ennyire gyors lenni, csak a rájcsú. Vagy mi még csak rájcsúnak volt álcázva ezen a hánton, és hát azt utánoztam. Hát ha akartok, megnézhettek még egyet. Na mindegy, jelölje be mindenki a... Határozottnak. Jó, jelöljétek be a rájcsút. Na nézzük, egy rájcsú volt. Azért a T az ennyire nem gyors. De a leggyorsabb szellem alapsebessége. De ilyen brutál speedet én meg nem tapasztaltam egy T-nél. Baj az volt, hogy én normális lépteket hallottam, és ahogy beért a garázsba, úgy gyorsult fel. Elején normálisak voltak a léptei, ilyen szakaszosan volt, hogy fölgyorsult. Na mindegy, redizzetek. Hát ez készen állsz még egyszer? Igen. Na hozok egy zseblámpát, meg hozok még egy elmefet. Ja, meg egy keresztet. Én már elbújtam. Nem jöttem meg. Ez mi a gyász? Nem tudom, hogy... Hoppá! Megvan a szobája. Nem vettük fel a kulcsot, hops. Tuti! Próbáljátok egy szekrénybe bújni, hogy én is be tudjak jutni majd. Szerintem egy jokály. Lehet. Igen, nem... Fázok a garázsba és lesz a szarja, hogy itt vagyok. Igen, nem igazán jön ide. Jokálya, megpróbálkozzunk. Oké, akkor jokály. Mehetünk jokály? Na nézzük, egy jokály volt. Jurei! Süket Jurei, köszönjük jár. Kettőből kettő faja. Na nyomjuk a kövit. Nem mehet minden happy egyből elsőre. Jézus, túl... Nyonyon! Túléltem! Azt a mindenit, Jézusom! Hú. Elmeletről, lehet, hogy ebből a szobából. Kapogott az ablakon valakinek, van elme? Jó, jó! Vagy ez a szobája, vagy a izé. Ránevetett a babára. Itt meg engedett koszos vizet. Oké, ez a szobája. Oké. Van lábnyoma. Van lábnyoma. Éppen hunt van. Ó, ott egy Atesz. Szia, Atesz! Ó, megy utána. Hello! Vége van! Megijesztett. Jó, ez egy Oni. Oni szokott ennyire ijeszgetni. Ez fönt villog a lámpa, de nem annyira. Ezt hogy? Hát ez meg ilyen halál, nyugodtan. Na, megy vissza aludni. Jújjúj. Áááá!
Igen. Oh, jajaj. Shit. Futti, futti, futti. Igen. Nálam még van egy. Az a szobája, ma ott van a leheleted. Se onnan indul. Túloldalról indult. Hogy érted azt, hogy túloldalról? A túloldalról, innen. Ebből a szobából indult. Na nem, a szobájából jön. Megbottam. Hűha, igen. Szobájából indult most innen. Az előbb meg tök másik helyről indult, a túloldalról. Én csak annyit láttam, becsukom a szekrényt. Becsapta az ajtót. Mehetünk, mehetünk. Lehet, akkor ezek szerint. Reméljük, hogy az... Ne legyen már három. Háromból semmi gáz. Na nézzük, egy Jurei volt. Ott is van a Jurei, ez az! Jéj! Na, szintlépés. Csak lebuktatta magát. Na, go. Akkor hozok egy lámpát. Kereszt. Legalább szerencsé, hogy van könnyítésképpen izé áram. Ó, megvan a szobája, elégett a kereszt a kezembe. Fönt, nem a második, az első szoba. Belelépett a showba is. Kisgyerek. Hunt! Úristen. Nagyon gyors. Oké, okay, ez egy Deogen. Ez egy Deogen, 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 áh! Ja, ez egy Deogen. Na nézzük, egy Deogen volt, mindenki meghalt. Kevés, ott is van. I've got some jobs ready for you. Halló? Halló? Ez mi? Ez komoly, mindenki, kikressel. No kérem, kisebb technikai fennakadásokat követően talán most újra tudjuk folytatni. Na, itt van mindenki. Mi volt ez? Mind a négyen egyszerre kikresseltünk. Egyszerre. Behántolta a gépünket. Tudjátok mi a vicc? Hogyha jól látom, és remélem, hogy nem így van, elvileg kész a küld. 3x3. Ez mi? Hogy lesz 3x3, hogyha 2 a 4-ből? Nem tudom, de ott nekem 3x3. Na mindegy, menjünk még egyet, megnézzük, hogy most mi lesz. Na hát akkor ez a Deogen, ez megrottyantotta még a számítógépünket is. A Deogen dédoszat akkor csinált. Az, készen vagytok? Hát én már nem tudom. Oké, okay, meg itt vagyok. És itt is azt írja, hogy 3x3. Na mindegy, let's go. Föntről jön. Kösz. Igen. Bensi. Bensi, jó. Lehet, hogy hatalmasat tévedek, de ez egy Bensi. Én megvárok egy hántot. Jó, hát gyere, gyere, gyere. De hiába akim vagyunk. Szellemköm. Jajjaj. Azaz, nyel mindenit. Menj már innen. Mehetünk kifele? Na most kimegyek. Akkor Bensi? Bensi. De nézzük, egy Bensi volt? Nem Bensi volt. Megkaptam az 5000 pénzt. Jézusom! Nem baj, 3-ból 2 teljesítettük, 5000 pénz. Na, egyébként meg csak azért gondolom, hogy Bensi, mert én bennálltam a garázsba, a hátuljába, a kocsi mellett. És a Bensi automatikusan ráfordult a szekrényre, én nálam égett a zseblámpa a garázsba. Tehát engem láthatott, titeket csak emlékezett bőven oda. Aha, aha. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a mai részt is. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és lájkoljátok. Sziasztok! Pa! Pa!